Egy hét reggeltől estig edzések, közben regenerálódás és összeszokás. Így néz ki most az NB1-ben szereplő kisvárdai kézislányok élete. Az együttes edzőtáborba vonult, a csapat Tiszaújvárosban készül a következő szezonra. Ez a felkészülésünknek egyik legfontosabb állomása. A felkészülés most itt az edzőtáborban folytatjuk, ahol jó körülmények között tudunk dolgozni. A lányok csak a kézilabdával vannak elfoglalva, tehát napi 2-3 edzés van, úgyhogy megvan itt a megfelelő terhelés, pihenés, megfelelő táplálkozás. Ez is volt a célunk azzal, hogy elutaztunk ide Tiszaújvárosba erre az egy hétre. A Kisvárda kézilabda csapata a nyáron nagy változáson ment keresztül. Gyakorlatilag újjá kellett építeni az együttest, hiszen 9-en távoztak a keretből. Viszont 9 válogatott és válogatott szintű játékos is csatlakozott a gárdához, akik jelentős erősítést jelenthetnek a csapat számára. Ez már a felvidéki Nagy Mihályban a múlt héten megrendezett Jakab Tamás emléktornán is megmutatkozott, ahol a szlovák és a lengyel bajnokot, valamint a román bajnokság 6. helyezettjét is legyőzte a kisvárdi alakulat, így a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Örülök, hogy azért nem csak a fizikai felkészítés dominált, hanem végre most már azért játék közben is meg tudtuk nézni, fel tudtuk mérni az új játékosokat, habár azért célirányosan igazoltuk, úgy esett rájuk a választás, hogy taktikai szempontokat is figyelembe vettünk, és én úgy gondolom, hogy így elsőre nem szeretném elkiabálni, de úgy néz ki, hogy jó döntést hoztunk, meg a játékosok is jól döntöttek, amikor a Kisvárdát választották. Én szerintem nagyon jó kis csapatunk lesz idén. A felkészülésből közel egy hónap hátra van, így a szeptember 10-i NB1-es bajnoki rajtra még jobban összeállhat a csapat. Tavaly az utolsó fordulóban a kieséstől menekült meg az egyesület, azonban idén komolyabb célokat kitűzve a tabella első felében szeretnének zárni Kisvárdán.